Tavaly Miklós református szakképző iskola és diákotthon vett búcsút végzős tanulóitól. A 2014-2015-ös tanévet 116 fiatal fejezte be. Közülük 36-an tettek érettségi vizsgát, még 80-an szakvizsgával fejezték be középiskolai tanulmányaikat. Kedves ünneplő testvéreim, kedves ballagó diákok! Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az szól hozzátok, a Mózes 5. könyve 31. részének a 8. verséből, eképpen. Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled. El nem maradt tőled, sem el nem hagy téged. Ne félj, és ne retteg. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves szülők, hozzátartozók, kedves tanárok, kedves ballagó diákok. Ballagás ünnepségek alkalmával egy szokásos szófordulat, életeteknek egy fontos pillanatához érkeztetek, egy fontos állomáshoz életetek útján. Sok helyen elhangzik ez a napokban, itt a Vaiban is hagy hangozzon el, mert ez valóban igaz. Fontos ez a pillanat. Fontos ez a nap számatokra. Még akkor is, hogyha talán ennek a súlyát nem érzitek, de azt hiszem érzitek is. Valami végérvényesen befejeződik, és valami elkezdődik. Valami befejeződik, amiről tudtok dolgokat, átéltétek az elmúlt 4 év, vagy kinek mennyi, a maga emlékeivel, a maga örömeivel, a maga keserűségeivel, és sok mindennel. Mindnyájatoknál van tarisznya, mint az útra induló embernél. Hogy ebben a tarisznyában mi van, azt nem tudom pontosan, de szokott lenni benne egy kis pogácsa, az nagyon kevés, az nem sokáig lesz elég, de jelképez valamit, amire szüksége van az útra induló embernek. Szokott benne lenni egy kis pénz, hogy mennyi van benne, nem tudom, de valószínű az, ami a tarisznyában van, az nem sokra elég. Arra is szükség van. Szükség van az induláshoz, az útra keléshez. Hogy mi van a tarisznyában, mondom pontosan, nem tudom, de szeretnék én magam is tenni bele valamit, ami elkísérhet benneteket, ami fontos lehet, amit újra és újra elő lehet venni, mert szükségetek lesz rá, erre ebben egészen biztos vagyok. Ez pedig az Isten ígérete, az ő vezetésére nézve, arra, hogy ő lesz veletek. Mondottam, valami befejeződött, de valami el is kezdődik. Ez egészen biztos. Ami befejeződött, arra nézve lehet, hogy most úgy érzitek, hogy öröm van a szívetekbe, jó lesz innen már elmenni, jó, hogy véget ért. Bár azt is remélem, hogy nagyon kedves és szép emlékekkel és képekkel fogtok innen elmenni. És azt is szívből remélem, hogy sokan közületek vissza is fognak jönni ide. Vannak kedves tanáraitok, kedves diáktársak, akik még itt maradnak, akiket jó lesz majd meglátogatni. Arra nézve, hogy mi az, ami előttetek áll, arra nézve szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Az, ami rátok vár, az még bizonytalan.
az a holnap, az, ami az Isten kezében van. De egyben biztosak lehettek, ez az Isten ígérete, ő azt ígéri, veletek lesz, és veletek megy azon az úton, amelyen elindultam. Lehet, hogy úgy érzitek, hogy erre semmi szükség. Lehet, hogy van, aki úgy gondolja, hogy én tudom a magam útját. És én a magam sorsa kovácsa leszek, nekem nincs szükségem senkire. Ugyanakkor lehetnek pillanatok, amikor mégis azt gondoljátok, hogy jó lenne. Jó lenne, ha valaki utat mutatna. Jó lenne, ha valaki segítene. Vannak pillanatok, amikor ebben a nagy keresésben, az útkeresésben is nagyon egyedül tudja érezni magát az ember, és talán ti is. Isten ígérete most ebben a pillanatban úgy hangzik hozzátok, ne félj, mert én veled vagyok. És veled megyek azon az úton, amelyen elindulsz, amelyet még lehet, hogy nem ismersz, és nem tudod, milyen. De azt jó tudnod, hogy valaki tudja, és valaki ismeri. Valakinek ez az út a kezében van, ez pedig a kegyelmes Isten. Rábízhatod magad. Ebben az ünnepi pillanatban, amikor életetek egy része, egy fontos szakasza lezárult, de valami pedig elkezdődik, valami egészen új, erre az újra nézve ígéri az Isten. Én veletek leszek. Nem hagylak el benneteket. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Nem fut előre az Isten, és nem is kullog utánatok. Veletek, veletek megy. Ő kinyújtja a kezét, a kérdés, hogy te is kinyújtod-e, akarod-e megfogni ezt a kézt, vagy pedig nem. Szükséged van-e rá, vagy nincs. Ez a te döntésed és a ti döntésedek. Kérlek szeretettel benneteket, fogjátok meg az Isten erős kezét. Kapaszkodjatok bele az ő ígéretébe. Nem hagy el benneteket. Ne féljetek, ne rettegjetek. A félelem és a rettegés, maga a két fogalom nem biztos, hogy egy ballagás ünnepségre való, hiszen ez nem a félelemnek az ideje és az ünnepe, meg nem a rettegés pillanata, bár a hétfőre gondolok, lehet, hogy vannak félelmek, azt nem mondom, hogy rettegés, de talán félelem az lehet. De arra nézve is szól az ígéret, ne félj, én veled leszek, mondja az Isten. Én magam is úgy jöttem közétek, mint egy református intézmény lelkésze is. És mondják nekem, az én diákjaim, hogy tessék értünk imádkozni. Azt mondtam nekik, hogy értetek, imádkozok, de helyettetek nem tudok. És nektek is ezt mondom, helyettetek nem tudok. Értetek viszont igen. És imádkozom is értetek. Egyrészt, hogy azon az úton, amelyen elindultok, a kegyelmes Isten vezessen benneteket, érezzétek minden nap az ő jelenlétét, veletek létét. És ha jönnek nehéz pillanatok, és jönnek válaszutak és kérdések, akkor ebbe az ígébe kapaszkodjatok bele. Az én Istenem azt ígérte, ő velem lesz. A megtett útért, amely mögöttetek van, azért legyetek hálásak,
Köszönjétek meg mindazoknak, akik ezen az úton végig kísértek benneteket. Kedves szüleiteknek, tanáraitoknak, lelkipásztoraitoknak, mindazoknak, akik nehéz órákban és pillanatokban támaszok voltak és segítségetek voltak. Az előttetek lévő útra pedig kérem Isten áldását, megőrző, megtartó szeretetét. Áldjon meg az Isten benneteket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy életünk útja a te kezedben van. Te szabod ki minden méterét, minden szakaszát, kezdetét, végét, de a köztes időt is. Köszönjük neked, hogy most ez úton megállhatunk és elcsendesedhetünk. Köszönjük neked ballagó fiataljainkkal együtt a megtett utat. Az, hogy sasszárnyon hordoztad őket, kegyelmesen megőrizted. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nem csak a múltat, a megtett utat, hanem az előttünk levő utat is a te kezedbe adhatjuk. Köszönjük ígéretedet, amelyben soha nem változol meg, amelyhez te mindig hűséges maradsz. Köszönjük, hogy azt ígéred nekik, nekünk, mindnyájunknak, hogy te velünk leszel, nem hagysz el bennünket. Te veszed el félelmeinket, kétségeinket, rettegéseinket. Kérünk, vedd is el. Hálaadással a szívünkben állunk előtted, Istenünk, ezen az ünnepen. Köszönjük neked mindazokat, az életeket, akik ezen az úton fiataljaink mellett voltak. Köszönjük, hogy az ő életükön keresztül te magad mutattad meg magad. Legyen áldásod rajtuk, legyen áldásod az elbúcsúzó, ballagó fiatalokon. Áld meg az ő életüket. Ami Úrunk Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen. Kedves ballagó diákok, kedves hozzátartozók, kedves tanárok, engedjétek meg nekem, hogy hadd köszöntselek szeretettel benneteket a Tiszáninen Református Egyházkerület nevében. Azoknak az intézményeknek a köszöntését is hadd tolmácsoljam, akik veletek együtt a mi egyházkerületünk fenntartásában működnek. Vannak iskolák, intézmények, ahol szintén ebben az órában, vagy ezekben az órákban van ballagási ünnepség. Hozom az ő köszöntésüket is. Tudnotok kell, hogy ti is, mint egy a 18 közül, fontosak vagytok a számunkra. Számon tartunk benneteket. És szeretném, hogyha éreznétek,
érezni ez az egész közösség, hogy mi egy család vagyunk, és az Isten szeretetének a vonzás terében élhetjük az életünket. Hálás vagyok Istennek mindazért, amit ebben az intézményben, ebben az iskolában is elkezdhetett és elvégezhetett. Köszönöm azokat az életeket, akinken keresztül munkálkodhatott. És végül, de nem utolsó sorban, kedves ballogó diákok, Isten áldjon meg benneteket, Isten veletek. Eljött a búcsú napja, gyűlik a sok diák, köszöntésre sorakoznak, szólnak a melódiák. Meghatódtunk egy kicsit, hogy múlnak az évek, emlékek kavarognak, úgy rosszak, mint szépek. Hosszú az út idáig, de hátra még a neheze. Karinti Frigyes szerint azért mérjük helytelenül az időt, mert ehhez egyetlen mértéket használunk csupán, azt, ami az átélés sebességét méri. Pedig Einstein óta jól tudjuk, hogy az idő relatív, hiszen hossza soha nem az átélés sebességétől függ, hanem az átélt élmények minőségétől. Tanítom minden, ami él, apám a múlt egész világa, s addig terjed hazám határa, ameddig a tudásom elér. Nagyon szegény, ki büszkeségét más érdeméből lopja ki, ripacsként a mellét veri azért, ami helyette érték. Én azt szeretném, ha hazám e föld, hol minden, ami ember, vágytam példázni életemre, lehet egykor büszke rám. Pásztor Dániel egyházkerületi főjegyző igehirdetését követően dr. Téglás Zsolt igazgató beszédében kiemelte, a diákok többségére innentől kezdve a valós élet vár, ahol meg kell állni a helyüket. A szalagavató alkalmával gyakran hallhattátok tőlünk, hogy a szalagavató nem búcsúzás, csak felkészülés a búcsúzásra. Nos, a ballagás maga a búcsúzás. Még akkor is, ha közületek sokan maradnak majd a különböző technikusi képzéseinken, vagy másodszakmán, vagy éppen érettségi után szakmát tanulva. Elért most mindenki közületek egy út végére, reményeim szerint számtalan szép emlékkel, felvértezve olyan tudással és szemléletmóddal, amelynek a későbbiek során hasznát fogod venni. Választottál továbblépési irányt. Ki technikusi képzést, ki egy kis pihenő időt a szorgalmas iskolai évek után, néhányan pedig a munkába állást. De ez a te döntésed volt. Senki sem kényszerített egyetlen dolog kiválasztására. S rögtön ehhez kapcsolódik egy másik búcsúztató gondolatom. Ne ess kétségbe akkor sem, ha valami elsőre nem sikerül. Ha például nem arra a munkahelyre vesznek fel, ahová legelőször jelentkeztél. Hidd el, lesz még ilyen az életben. Az itt eltöltött évek alatt többször is hallhattad tőlem, hogy mindenki tehetséges valamiben. Te is az vagy. Sőt, szeretném átfogalmazni ezt a mondatot úgy, hogy mindenki több mindenben is tehetséges. Nincs tehát olyan dolog, hogy én másra képtelen vagyok, mint amit éppen kiválasztottam, vagy amilyen munkát eddig végeztem, vagy amit elvállaltam. Legyen mindig önbizalmad. Ismerd meg a képességeidet és Istentől kapott talentumaidat. Légy nyitott az új dolgokra, és soha ne félj a csalódástól. Ne félj tőle, mert nem tudod elkerülni. Ahogy az útelágazások jönnek időről időre, úgy a kudarcokat sem lehet mindig elkerülni, de nem is kell. Mert ezek is tapasztalatokkal vérteznek fel, s minél gyorsabban fel tudod dolgozni, annál erősebbé válsz majd általa. Aztán emlegettük évközben tanártársaimmal azt is épp eleget, hogy bizony még van teendő, tanulni kell, méghozzá nem is keveset, hiszen hamar eljön a május. Nos, íme, ti lehettek az igazán hiteles megmondói, hogy mennyire hamar el is jött. Remélem, megfogadtátok ez irányú tanácsainkat, mert történt bárhogy is, az írásbelikig már nincs sok időtök. Azzal a munícióval kell nekiállni, ami éppen a birtokotokban van. Viszont a szóbelikig még több hét áll előttetek. Tudom, hogy csábító a nyár és a baráti kör,
de azért mégiscsak jó lenne, ha a vizsgákra való készülésre szennátok a legtöbb időt, és már csak azért is, hogy nyugodt legyen a lelkiismeretetek, és azt is hadd áruljam el, hogy bizony segíteni is csak annak lehet, aki tud is valamit. Kedves szülők! Szeretném önöknek is megköszönni a közös munkát és a bizalmukat. Ugye milyen jó dolog itt lenni? Itt lenni és büszkének lenni a saját gyermekükre. Elhomályosodik a tekintetük, könyvszökik a szemükbe, ha csak rágondolnak, hogy felnőtté vált az, akit nemrég még járni, beszélni tanítottak, akit óvodába és majd a kisiskolába kísértek. De legyen akárhány éves is, ő mindig az önök féltve őrzött kincse lesz. És ez így van rendjén. Kedves diákok, bár valóban ráléptetek a felnőtté válás útjára, és ebben az érettségi vagy szakmai vizsga fontos mérföldkő és egyben útelágazás is, tanuljátok meg értékelni ezt a szülői szeretetet, mert szüleiteknek nincs nálatok fontosabb. Ezt majd akkor fogjátok pontosabban megérteni, ha ti magatok is szülőkké váltok, amit igazán szívből kívánok mindannyiótoknak. Szóval büszkék rátok, és ez az érzés nem fog bennük megszűnni, és ehhez mindössze egy valamit kérnek tőletek, ami ugyan nem kevés. Tegyétek meg azokat a dolgokat, amelyekre a tehetségetekből adódóan képesek vagytok. Hogy tudtok ennek a hatalmas elvárásnak megfelelni? Bizalommal, hittel és szeretettel. Kedves kollégák, és most én ide értem az iskola minden dolgozóját, a tanárokat, a takarítókat, a portásokat, az irodai dolgozókat, szóval mindenkit, aki ezért az iskoláért dolgozik. Szeretném nektek is megköszönni azt az áldozatos munkát, amely ebben a tanévben az egyébként megszokottnál is jóval több mindennel volt és van terhelve. A régi vizsgarendszerből újra való átállás miatt. Tisztelt jelenlévők, különösképpen kedves ballagó diákok, egyszer mindennek eljön a vége, de tudni kell az új irány felé fordulni, meglátni a lehetőségeket. Hiszen a búcsúzás nem más, mint visszatekintés a múltra és előretekintés a jövőre. Mi itt a Vaiban mindig szívesen várunk vissza benneteket. Hiányozni fogtok, és én az egész tantestület nevében kívánom, hogy sikeres, boldog életetek legyen. Isten veletek! Milyen tisztelt végzősök, kedves tanárok, lelkészek, nevelők és szülők! Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de minden nap születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni, mondta Heraklétosz. Gondolom, nem sértek meg senkit, ha azt mondom, hogy ezt a beszédet most nem a tanároknak, nevelőknek, szülőknek, sokkal inkább a végzőseinknek szánom. Az itt eltöltött éveitek során jó pár ballagási beszédet hallgattatok végig, az enyém is csak egy sok közül, valószínűleg felejthető. Mondani valója mindenki ugyanaz volt, egy gondolat különböző módokon megfogalmazva. Mégis, ahogy végignézek rajtatok, az jut eszembe, hogy jóval többet érdemeltek egy sablonos, ballagási útra valónál. Elvégre ez az egyik utolsó beszéd, amit itt hallhattok. Maga a beszéd nem számít. A lényeg minden esetben ugyanaz. Búcsúzás az iskolától, a nevelőktől, a lelkészektől, az alsóbb évesektől. De a jó hír az, hogy az emlékek megmaradnak. Említhetjük a tanulmányi átlagokat, a vizsgákat és sok más dolgot, mégis azt hiszem, mikor visszagondoltok az eltöltött évekre, nem az jut majd eszetekbe, hogy hány tized, vagy épp hány század kellett ahhoz, hogy elkerüljétek a bukásokat. Sokkal inkább az a sok együgyűség, amit együtt megcsináltatok, amelyeken együtt keresztül mentetek. És itt a hangsúly az együttön van, mert az iskolapadban eltöltött évek mindig mély nyomot hagynak bennünk. Közel kerültetek egymáshoz, az idők folyamán barátságokat kötöttetek, amelyeken talán kihatnak egész életetekre. Tegnap még tanulni jöttetek ide, ma pedig már búcsúztok. Gyorsan jött, gyorsan ment ez a pár év. Útra valóul fogadjátok Albert Camus szavait. Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen.
Már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni. Nehéz eldönteni, mi a megfelelő szó az elköszönésre, de talán a legalkalmasabb az áldás békesség. Mi dönszülei és mind akik szerettünk, nyájas köszöntéssel te hozzád siettünk. Mi dön kedved ért a család, vígan ülte körül ünnepi asztalát. Kedves fiú, hát én mit adjak most neked? Egy édes csemegét, hízelgő éneket? Nem, azt én nem adok, te sem várod hiszen. Gaz, ki múzsának hamis tömét viszen, szégyen alantra, mely költött érdem által, meggyaláztatni és gyalázni nem által. Minél édesebb, annál émelygősebb csemege, annál undorítóbb, minél szebb éneke. Zengem? Érdemeid? Ó, azok lehetnek. Állasz még küszöbén ifjú életednek. Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csüked, az erős megállja. És tudod az erő micsoda? Akarat, mely előbb vagy utóbb, de borostyán tarat. Kedves tanáraink, egykori és jelenlegi diáktársaink. Nem tudom, osztálytársaim, hogyan élik meg a mostani időpillanatot, bennem kettős érzés van. Egyrészt jó lenne minél gyorsabban túl lenni ezen a pillanaton, és elindulni minden útra, mert az embert minden úton várják. Ahogy Csóri Sándor írja, nincs halálos érve maradásra, csak a találkozásra, s a kalandra. Másrészt viszont szeretném meghosszabbítani ezt a pillanatot, mert jó újra elmerülni azokban az élményekben, amelyek hangulatát nem csak azok a helyszínek árasztják magukból, amelyeket az előbb jártunk végig, hanem azoknak az embereknek a szeretetteljes lénye is, akik ezeken a helyszíneken tanárként, barátként és sorstársként álltak mellettünk az elmúlt években, és akik most is együtt ünnepelnek velünk. Az elmúlt évek alatt nem titok, hogy voltak nagyon nehéz pillanataink, sőt, válságos időszakaink, egyénileg és osztályszinten is. De ma már az sem titok, hogy ezeken a nehézségeken nem tudtunk volna felülkerekedni, ha a tanáraink nem arra ösztönöztek volna minket, hogy az egyébként okos tanácsaik követése helyett a saját megoldásainkra találjunk rá. Ha hinnék a csodákban, még azt is hozzátehetném ehhez, hogy számomra néha már az is csodának számított, hogy szüleink a legkilátástalanabb helyzetekben sem adták fel azt a hitüket, hogy jó helyen vagyunk, és számunkra ez a legmegfelelőbb iskola. Ha egy mondatban kellene megfogalmaznom, mit viszek magammal útravalóként, vagy inkább, hogy számomra mik az elmúlt évek eszenciája, akkor azt mondanám, az egyik ilyen eszencia annak tudása, hogy a dolgok nem kívül kezdődnek, hanem belül, nem alul, hanem felül, és nem a láthatóban, hanem a láthatatlanban. Ahogy egy aprócska magban már benne van az egész növény, ami belőle később kifejlődik, úgy mai ballagásunk története sem a 2014-15. Tanév szeptemberével kezdődött. De nem is a 9. évfolyam szeptemberének azon a napján, amikor elsőként először léptük át a Vajsrefi küszöbét, és osztálytanítunk vezetésével először mentünk végig azokon a folyosókon, amelyek kövezetén most utoljára ballagunk így együtt, és melyeken már néhány pár cipőt elkoptattunk. Mindegy, hogy az ember életében mivel foglalkozik, lehet tudós, művész vagy kétkezi munkás, abban a pillanatban, ahogy értéket akar teremteni, át kell lépnie a gyakorlat területére, tudását láthatóvá, kézzel foghatóvá kell tenni. Megtapasztaltam ugyanis az elmúlt évek alatt, hogy akaratom csak akkor működik pontos iránytűként, ha hajlíthatatlan marad és érjen bár a csillagokig, szilárdan és álhatatosan kitart amellett az irány mellett, amit legbelső lényemben teremtettem meg. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyok, és tudom, hogy ezzel valamennyi most elballagó társam is diák is tisztában van, hogy saját sorsunkkal összefüggésben soha nem azok a legnyilvánvalóbb akadályok, amelyek elsőre a legveszélyesebbnek látszanak. Még pontosabban, nem a külső akadályok térítenek el bennünket az életfeladatainktól. Az utánunk jövőknek pedig az alábbi gondolatokat hagyjuk hátra. Gyakoroljátok azt a szokást, és ha még nincs, alakítsátok ki, hogy akadályokat győztök le. Gyakoroljátok, hogy erős és céltudatos határozottsággal viszitek végig azt, amit elkezdtetek. Gyakoroljátok, hogy addig szítjátok magatokban az akarat parazsát, míg akaratotok azzal az energiává nem válik, ami minden nehézségen átvisz majd benneteket. És ha így tesztek, ti is tiszti szívvel búcsúzhattok majd az iskolától. Kedves szüleink, lelkészeink, tanáraink, barátaink és diáktársaink, köszönjük, hogy vagytok!
Aranyosi Ervin, hála Istennek! Istenem, köszönöm, hogy megteremtettél. Köszönöm, hogy rajtam kívül ennyi teremtett él. Köszönöm a növényeket, a sok szép virágot. Köszönöm a fát, a bokrot. Neved legyen áldott. Köszönöm az állatokat, hálás vagyok értük. Köszönöm, hogy életemet színesítik éltük. Köszönöm az embereket, jót is és a rosszat, kik szépítik életemet, s kik, akik rám bajt hoztak. Mindannyian tanítottak világom megélni. Köszönöm, hogy megmutattad, miért nem kell félni. Köszönöm, hogy itt vagy velem, tudom, itt élsz bennem. Köszönöm, hogy segítettél jó emberré lennem. Köszönöm, hogy utat mutatsz, lábam merre menjen. Köszönöm, hogy hagyott szívem szeretettel teljen. Köszönöm, hálás vagyok, köszönöm, hogy élek. Köszönöm, hogy megáldottál, s én áldalak téged. A végzős diákok ezt követően átvehették a tarisznyákat, majd a hagyományoknak megfelelően átadták az iskola zászlaját az alsóbéves diáktársaiknak. Az ünnepség részeként idén is jutalmazták a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó fiatalokat. Majd a ballagás zárásaként ebben a középiskolában is átadták Sárospatakváros önkormányzata Junior Pro Urbe díját, amelyet Aros János polgármestertől Háda Gergő vehetett át. Szerény, csendes, tisztelettudó diákunk. Tanulmányi eredménye szorgalma töretlen. Kitartása az osztály kiemelkedő tanulójává tette. Érdeklődése széles körű. Szívesen egészíti ki ismereteit szakirodalomban való búvárkodással. Munkája megbízható, pontos és kreatív. Több versenyen is képviselte iskolánkat. A kapott feladatokat magáénak érzi. Az iskolai rendezvények szervezésében, ünnepi műsorok kivitelezésében rendszeresen részt vesz. Jó tanulmányi munkája mellett nagy figyelmet fordít az osztály közösségi életére is. Osztálytársai elismerik tevékenységét, elfogadják véleményét, számítanak segítségére, és ő szívesen segít. Ötletei kivitelezhetőek, a diáktársak érdekében nyilatkozik és cselekszik. Kvalitását, ambíciózusságát, a tanulás iránti elkötelezettségét Háda Gergő részére Sárospatakváros önkormányzata első alkalommal adományozta a Junior Pro Urbe díjat. Tisztelt szülők, tisztelt ballagó diákok! Sárospatakváros önkormányzata 2014-ben döntött úgy, hogy a Városi Pro Urbe díj mellett ahhoz hasonlóan egy Junior Pro Urbe díjat is létrehoz. Tettük ezt azért, mert így szeretnénk megköszönni jelképesen azt a munkát, amelyet az adott intézmény diákjai, pedagógusai a város érdekében végeztek. Rendeletünk értelmében egy díj adományozható egy évben, egy intézményben. A Háda Gergőnek átadott díj azonban mindenkinek szól. Ezen keresztül köszönöm meg a végzős diákoknak, ezen keresztül köszönöm meg pedagógus társaimnak a városunk érdekében végzett lelkiismeretes munkáját, legyen az sport, legyen az tanulmányi verseny, legyen az szakmai verseny. Kérlek benneteket, hogy becsüljétek meg mindazt, amit kaptatok a Vaj Miklós Református Szakképzőiskolában, legyetek büszkék pedagógusaitokra, tanáraitokra, legyetek büszkék városotokra, legyetek büszkék magyar hazánkra. A hétfői vizsgákhoz pedig sok sikert, eredményes, még további felkészülést kívánunk.